A romániai csapatsportbajnokságokban bevezetett hazai kvóta mintájára magyar kvótát javasol a Mi Hazánk mozgalom itthon is, miután a Fidesz alelnöke által irányított Fradi első hazai BL meccsén egyetlen magyar mezőnyjátékos sem szerepelt a Fradi kezdőcsapatában. De nem kell olyan messzire menni, sajnos a tavalyi Magyar Kupa győztes Újpest esetében is hasonló példákat láthatunk. A tavalyi kupa döntőben nem csak hogy mind a 11 kezdőjátékos külföldi volt, de a tulajdonosa és az edzője is az Újpestnek külföldi. Éppen ezért a Mi Hazánk mozgalom szeretné fölhívni a figyelmet viszont a Paks kitűnő példájára, hiszen a külföldiek mértéktelen szerepeltetése ellenére is a tavalyi gólkirály ismét a Paks játékosa volt. Ezért a Mi Hazánk mozgalom azt szeretné, hogy egy hazai kvótát vezessenek be a magyar csapatsport bajnokságokban is, erősítve ezzel a nemzeti jelleget, és megerősítve ezzel a magyar utánpótlás képzést is, amire már Nagy Attila, a Mi Hazánk mozgalom sportkabinetjének elnöke is többször felhívta a figyelmet. Szeretettel üdvözlök én is mindenkit. Valóban a Mi Hazánk mozgalom szeretné megvalósítani azt, hogy a külföldi játékosok mértéktelen szerepeltetése helyett legalább 50-70%-ban csapatsportáktól függően 50-70%-ban magyar fiatalok szerepelhessenek. Sajnálatos a legutóbbi példa, ugye amikor a Ferencváros valóban magyar kezdőjátékos nélkül állt ki a pályára, sőt már európai játékosból is egyre kevesebb volt. És szeretnénk arra fölhívni a figyelmet, hogy noha úgy érezzük, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr minden tekintetben támogatja a sportokat, tehát ellenségei se vádolhatják meg azzal, hogy ezt ne tenné, mégis elképesztőnek tartjuk azt, hogy a Kubatov Gábor Fidesz alelnök, illetve Fradi elnök vezette Ferencvárosban, ugye jóformán magyar játékos nélkül áll ki a csapat, ezzel mindegy utat mutatva a globalista érzékenyítőknek, akik próbálják ugye így népszerűsíteni, illetve elfogadottá tenni, hogy lecserélhetőek mind a magyar sportolók, és akkor itt már tovább lehet gondolkodni, hogy a sportolók lecserélése után esetleg a különböző munkahelyeken, a gyárakban lévő munkásokat is le lehet cserélni, végül a lakosságot is, tehát ez egy olyan megállíthatatlan globalista folyamat, amelynek a Mi Hazánk mozgalom szeretné, hogyha ennek véget vetne, illetve nincs arról szó, hogy ne legyen ugye külföldi játékos a csapatokban, csak a számokat korlátozzuk, mint ahogy azt Romániában megtették. Sajnos nem csak a labdarúgást érinti ez a probléma, hiszen az idei kézilabda döntőn szereplő Veszprém és Szeged játékosai, akik 27-en léptek pályára, azok közül mindössze 7 volt magyar, pedig elmondhatjuk, hogy kézilabdában is nagy hatalom vagyunk, és egyszerűen nem igaz az, hogy a magyar sport 120 éves történetében kiemelkedően tudtunk szerepelni, külföldiek mértéktelen szerepeltetése nélkül, és akkor a 2020-as évekhez elérkezve azt mondjuk, hogy ez nem megvalósítható, ezen jó szereplés a külföldiek mértéktelen alkalmazása nélkül. Ugye ez nem igaz, az önbecsülésünket aláássa, és ezt a Mi Hazánk mozgalom, mint nemzetben gondolkodó párt elfogadni nem tudja. Köszönöm. És az országgyűlésben pedig, ahogy az eheti hétfői plenáris ülésen kérdésben is szorgalmaztunk, úgy készek vagyunk jogszabály módosítást is benyújtani annak érdekében, hogy a csapatsportjaink visszakapják nemzeti jellegüket, ezzel is segítve az utánpótlás, hogy több lehetőséget kapjanak a magyar fiatalok, bár így is az elmúlt években a gólkirályt a Paks csapata adta, amely kizárólag magyar játékosokkal lép pályára, de szükségesnek tartjuk a jogszabálymódosítást is annak érdekében, hogy több magyar kapjon szerepet, legalább egy 40%-a, ahogy ezt Romániában is láttuk. A számokban valóban rugalmasak vagyunk, de hogy egy ilyen szabályozás megszülessen, azt mindenképpen időszerűnek és szükségesnek tartjuk.